A Teveli Székely Kúrus volt a Kisdalogi Emlékpark avatás vendégfellépője. A völgységi településen évek óta tervezték a park létrehozását, amire a Bethlen Gábor Alapítvány pályázata adta meg a szükséges forrást. Kisdalog egyike azoknak a településeknek, ahol több népcsoport él egymás mellett, tisztelve egymás ünnepeit és értékeit. És teszik ezt oly módon, mely minta lehet bármely hasonló adottságokkal bíró település számára, mondta köszöntőjében Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója. Bár mindannyian tudjuk, a hagyományainkhoz való kötődést nem a szimbólumokban, nem külsőségekben kell megélnünk, hanem belül a szívünkben. Elsősorban folyamatos tanulással, vagy néha makacs ragaszkodással, emlékezéssel és emlékeztetéssel. De mindenek előtt szeretettel, örömökkel és minden esetben közösségben, így ahogy ma vagyunk. És ami a legfontosabb, együtt, egymást támogatva, tisztelve. A hagyományok megőrzéséhez igazából olyan helyszínekre van szükség, mint amelyek a 60-as évektől megfigyelhetőek már a Völgységben, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében is, mindazokon a településeken, ahol bukovinai székelyek laknak. Most már ezek a székelykapuk, kopjafák, keresztek, faragott emlékművek, amelyek köztereken kaptak helyet, azt szimbolizálják, hogy ezeken a településeken a bukovinai székelyek immár otthon vannak. Nekünk kisdorogiaknak a legfontosabb ez a mai nap. Most már nagyjából egy éve, több mint egy éve készül ez a kis emlékhely. Korábban is, 1945 előtt is egy szakrális tér volt, jelzi ezt egy régi kereszt, úgyhogy egy ilyen kiemelkedő helyen kapott helyet, és lesz felszentelt föld ismét újabb tárgyegyüttesekkel Kisdorogon ez a kis térség, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden évben húsvét másnapján itt leszünk, és megemlékezünk erről. Az együttélés minőségét jelzi, hogy a Székely Park felszentelésének ünnepére a kisdorogi német kórus is meghívást kapott, jelezve mindaz, ami itt áll, mostantól közös érték. A helyi székelyek számára ez az emlékhely több szempontból is kiemelkedően fontos. A községben nem volt egy olyan székely emlékpart sem, kopjafa sem, semmi, amiről meg lehetett volna emlékezni akár a madifalvi veszedelemről, vagy bármilyen más évfordulóról, és akkor 2017-ben volt az első ötletünk, egy keresztet állítottunk ide a másik kereszt mellé, és utána Jakab Róbert ötletére elindult, hogy létesítsünk egy székelyparkot, és az önkormányzattól kaptunk egy területet, és a Bethlen Gábor Alapítványnál pályáztunk, és így akkor sikerült ezt megvalósítani, és itt a faluban van egy fiatalember, Ferenc István, aki nagyon sok székelykaput faragott már, meg kutat, meg minden, ilyen emlékművet, kopjafát, és akkor ebből jött az ötlet, hogy mivel ő a falu szülöttje, akkor így ő vele készítetjük el a szoborparkba, amit terveztünk. Hát egyenlőre egy ilyen átjáró kis kapu készült, egy kopjafa, közben a Jakab Róbert is faragott egy kopjafát január 6-ára, és akkor két padot készítettünk, és a továbbiakban, még ha sikerül pályázni, akkor az öt székely falunak is még egy-egy kopjafát szeretnénk emlékül állítani. Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha, mondja az új kapuna felirat, figyelmeztetve a bukovinai székelyeket hagyományaik és hitük megélésének fontosságára. Számunkra minden egy ilyen átadás, emlék, oszlop legyen, székelykapu vagy bármi, mindig nagy ünnep, hiszen az őseinkre emlékeztet az, hogy végül is nem hiába, ugye most húsvétot ülünk, nem hiába járták a keresztutat, mert kivirágzott az a kincs, amit átmentettek számunkra. Fontos ez rész számunkra, főleg az, hogy át tudjuk adni, meg tudjuk mutatni a fiataljaink számára, és minden ilyen emlék, oszlop vagy székelykapu emlékeztessen mindenkit arra, hogy a székelység komoly hagyományokat őriz, amelyet mindig bízom benne hosszú éveken keresztül meg tud őrizni és át tud adni.